Előtte is ért, kedves bajtársak! Ez itt a Gavel Game Channel, Raptorom és a szolgálata jelentkezem, és hát a mai nap folyamán folytatni fogjuk a kis kalóz köztársaságunkat. Ugye az előzőekben ott jártunk, hogy elfoglaltuk itt ezt a kis szigetet, és kialakítottunk itt egy kis kolóniát, és szépen berendezkedtünk úgymond itt is, és ugye elkezdtük a klét kitermelni, ahogy azt illik. Szépen jönnek a nyersanyagok, és elvileg most már le tudunk tenni húsfeldolgozót is, amit itt ugye el is helyeztünk, és ugye szépen itt fogják ezt szállítani, és valahol azt hiszem van, ahol ezt fel is dolgozzuk. Depó. Steelmaker. Woodcutter, nem? Vagy lehet, hogy ezt még nem tettük le? Na, majd mindjárt meglátjuk, hogy ez hogyan is működik. Ugye ez disznót fog előállítani. Ugye ezt tudjuk upgrade-elni. Én úgy emlékszek, hogy nem volt lehet elég tégla, várjunk csak. Szorgász, ez ugye a... Ez a marketek. Kocsma. Igen, a kocsmánk az van. Ez is tégla kell, ha. Infrastruktúra, ugye ezek a házak. Dekoráció, ugye ezek a védőtornyok. Kapitányi, hogy hívjákunk, az van itt. Oké, meg kell majd nézzük, hogy ez hogy is van. Ugye ez vitorlát állít elő. De először is kell nekünk még 30 ember. Kell hús, klotz és gyertyák, tehát hogy azért még lesz itt, ami kelleni fog. Viszont ezt itt föl kell fejlesszük. Oké, menjünk tovább. Oké, van 10 plusz emberünk, az nagyon jó. A kaja az csökken, azt mondja. Jó, most normalizálódott, csökken, hát egy picit csökkent, igen. Ugye hamarosan hús is el kéne kezdjünk gyártani. Oké, okay. Itt van a bachelor. A tégla nem volt elég, úgyhogy várni kell egy kicsit, amíg lesz tégla. Addig viszont visszahívjuk a hajókat. Megnézzük, hogy van-e valahol. Aha, itt van. Itt is van. Elég sok idő, mire amúgy lehajóznak. Jó, ezek nem fognak támadni, az biztos. Csak ugye a piros hajók, a sárgák azok nem. Diplomácia. Diplomáciázni nem nagyon akarunk. Egyelőre a pénz az elég mínuszos. Gondolom a hajó fenntartást az elég drága. Oké. Okay. Tele van a raktár amúgy. Most azért elég jól tele vagyunk mindennel is. 7 darab tégla, miért csináljátok ilyen lassan a téglát? Ez alapból ilyen lassú volt. A
elég sokba kerülne a upgrader, mert úgy látom, hogy ez csak a raktár, ez 50-60%-os. Pedig 50 per 50 a munkás benne. Tehát, hogy tele van munkással, úgymond. Hát olyanak nem kéne problémának lenni. Van, és itt teljesen más értékeket is mutat, hogy kik vannak itt, mint ugye itt. Még 8 darab van kész, jó, hát várunk egy picit. Ugye kellenének jobb hajók, azt viszont valahogy el kéne írnünk, hogy... minél hamarabb jobb hajóink legyenek. Ilyen vitorlánk nincs, de ágyunk sincsen. Menjünk tovább ugye ezzel a húsos történet, még 9 darab van. Elég lassan csináljuk tényleg. Meg kell nézni, hogy nem-e tudunk-e valahova esetleg még jobban. Itt van két ellenséges hajó. Itt lehet meg kéne, de ott fent is tudnánk bázis létrehozni. Ezekkel sortüzet tudunk leadni. Oszta mindenit, mekkora hajó! Jézusom! Azt nézzétek. Majd mikor mink is ilyen, hát a miénk az mellette, a három nem akkora nagy. Mint az egyedül. Osztogattunk egy picit, szépen visszahajózunk ide, és feljavítjuk a hajókat. Oké, és le tudjuk tenni a husikát. Szerintem tegyük ide. Még nincs elég messzi. 40 ember? Hűha. Negatív. Ezt hogy tudnánk pozitívba fordítani? Gondolom több lakással. Úgyhogy ezt letesszük. Mondjuk ide. Akkor az még ott eléri, ugye? Igen. Itt viszont már szerintem nem fogja. Valószínűleg ide kellene letegyük a következő... piacot. Depot, dok, nem. Hol van a piac? Marketplace itt. Igen. És ez itt nem fedi le eléggé a területet. Mi 74, így költöznek be fel az emberek, úgy egyre több pénzünk van. Tehát ez az elérhető munkások száma. Nem jó. Nem jó.
Hogy tudjuk lerombolni? Emlékszek, hogy tudunk rombolni épületet. Nagyon kicsi a negatívunk, de ezt le kéne romboljuk valahogy. Már nem emlékszem, hogy kell rombolni. Hogy volt a törlés? Use sheep skill. Demolish tool. T betű. Igen. És akkor ezt szépen így. És elvileg itt lefedi őket rendesen. Ebből van elég roomunk, meg ilyesmink. 27 room van. Mínusz egybe vagyunk. Ami nem olyan jó. Átjövünk ide. Akkor itt is tudunk még letenni egy pár házat. Szerintem. Mondjuk egyet. Viszont plusz 6-ba vagyunk, 7-be. Nagyon jó. Így fölfele jön a pénz. Plusz 12, nagyon jó. Ugye ezeket is majd el kell látni minden földi jóval. Az igen, mekkora hajó. Jó, ezeket meg kéne javítani. Elég sok nyersanyag van itt szana széjjel, tehát hogy azzal nem nagyon kell aggódni. A rum az növekszik, vagy csökken? Rum. 4/4 800%. Honnan tudom, hogy csökken, vagy nő esetleg a termelés? Kéne egy ilyen statisztika nézet. Mint például ez is. Csak ugyanezt, csak hogy hívják be. Produktivitásba. Jó. Kellene kocsma. Gates Island. Melyik ez? Fair Island. Hellgates vagy Fair? Ez a Hellgates. Ez ugye a miénk. Ez pedig a Hellgates. Aha. Hát... Oké. Okay. Jegycseket kell szétüssünk. Az meg ezek a hajók, ha jól látom. Defense tower. Hát itt ez a flotta nem elég.
Nagyon lassan jön a tégla. Nektek van téglátok? Tehát, hogy ezt elfoglalom, lesz téglám még. Aha, itt lesz. És itt lesz vas is. Ez a sziget jobb lenne. Nagyon sok minden van, csak itt elég nagy a terület. Ezt próbáljuk meg. A Hell's Gate Islandet. Jó, növekszik még a rum. Hát még jók vagyunk. Ugye most pluszban van a kereset. Most már, úgyhogy az jó. Mondjuk lehet, hogy még egy hajót jó lett volna gyártani a biztonság kedvéért, de jó lesz ez így. Aha, így nem fedi le az egészet. Tehát ide is kéne, meg ide is kéne egy, meg akkor ide is kellene egy. Hát, igen. Ide biztos, hogy kell. Jó, azt a klét meg kell szerezzük. Ó, elindult mind. Aha. Ez probléma. Még vissza picit. Taktikusan. Oké, visszajövünk, javítunk. Jó, 30 a rum. Oké, tehát növekszik a rumunk még. Az jó. Ez micsoda? Tavern. Na, hát akkor ez lefedi ezt a részt. Kocsma. Minusz 28, miért? Hussatok, bolondok! I am captain.
Azaz. Nagyobb a fenntartási költség a kocsmának, mint amennyit amúgy maga az egész termelne, azért, hogy van. Ezek szerint igen. Itt már nem éri el teljes mértékben a kocsma. Jó, tehát ezeket is inkább össze kellett volna vonni és oda tenni a izét. Tehát mit tudom én, mondjuk itt felfejleszteni őket. Ilyen munkásokra úgyis szükségünk lesz. Ezek miért nem termelnek? Product time végtelen. Itt a szín 100%. Az érdekes, hogy ezek miért nem termelnek. Oké. Tehát ilyenek nem kéne termelni a hús. 100%-ot ér. Pedig el van látva ezzel is. Na jó, hát ezt nem tudom. Nem vágom, hogy az ott miért nem termel. Konkrétan. Pedig kéne neki. De nem is ír semmit. Teli van a raktár, és azért kéne raktárat építeni. Volt az ilyen raktáros cucc itt a depó. De hát ez a depó. Amúgy. És összekötünk mindent mindennel is, szerintem.
Oké, de nem érkezik meg a disznó, az biztos, de miért nem termel ez a disznó? De miért nem kapunk malacot? Oké, még egyszer, 96. 100%, oké. Aha, itt mínusz 100%-ba termeljük a malacot. Na, tehát hiába 100%-os, itt nem fogunk termelni, értem. Oké. Okay. Jó. Itt van fish, sugar. Van. Itt. Itt fogunk malacot termelni, vagy itt se fogunk malacot termelni? 98. Itt viszont megy a termelés. Azzal nincs gond. Viszont az alapszigetünkön nem tudunk malacozni. Oké, nem tudom, ez... Mondjuk egy picit hátul. Megvan a zászló. Oké, szétlőttük a tornyot. Oké, tehát itt a malacra az mínusz. Minuszos. Viszont itt fog működni a történet, csak lassan. Azt gondolkodom, hogy minden, hogyha tennék le még egyet. Nincs téglánk, úgyhogy nem fogunk még egyet letenni. Innen el kéne bontsuk ezt. Visszakaptuk a téglát. Feljövünk ide, és akkor most. Itt 100% lenne. Itt is. Az a baj, hogyha behúzom az utat, akkor nem lesz 100%. Nincs út. Oké, így 100%. Ja. Így fognak termelni. Elég le is fogja szállítani. Valaki. Ott már megy a kis koma a szekérrel. 105 munkás kéne ide? Csak? Nem jó. Ide nem tudjuk letenni, oda se.
Kevés a helyem úgy építkezni. Nem tudom, még itt talán ki tudnánk alakítani egy kisebb kolóniát. Ez 98% így. Ezt lehet nem érje 100%-ba, ja. Ezt nem érje, itt meg nem tudunk többet letenni. Akkor megvagyunk, ugye? Itt nyomják a húst. Közben hazajöttek a hajók. Viszont tudnánk építeni egy új hajótípust, ezt. Nincs kapitányunk. Van egy húsunk a raktárba, ez az. Hát ezt már csak le kell romboljuk. Tudunk ide beépítkezni, szerintem ez sokkal jobb.
Én szerintem. Bent. That's three islands under our control, Captain. Oké, okay, ez megvan. Ja. Igen. Ez biztos, hogy így lesz. Kellenek halak. Nem tudunk halat többet letenni, csak egyet. Nem már. Elég kevés. Há, ide tudunk még jó. Csak el kell vinni majd ide az utat. Igen, ugye nincsenek emberek. Kell még ide egy dokk. Nem az van. Depó valahova. Ide. De befér egy depó. Kell, azt mondja, ide egy marketplace. Nem ide. Megalapozzuk magunkat, és kell ide amúgy egy rum desztillátor is, mindenképpen kell a téglához ugye a gyártás, és már támadnak. Köszi, köszi. These new laborers want more than just the Caribbean. Jó, várj egy picit, barátom, mert most még... Aha, most tudunk ruhákat gyártani, nagyon szuper. Az kell ez is, ez jó. Azt majd szerintem amoda fogjuk gyártani. Mit akartam? A téglát. Gyártsunk téglát eleget. Hagyhatunk volna itt egy kis helyet ennek. Szerintem beteszem ide. Kell ilyen is.
Az igen. Nincs deszka. Elépítettük a deszkát. Emide támadtak, emide nem támadtak, jó. Pénzünk az van, tehát azzal nincs gond. A malac hús az, ami egy kicsit problémás. Jobból csak egy van. Így jártunk egyedül. Ugye elvileg kéne termeljünk bőven deszkát. Valamiért nem megy. És itt lesz iron. Jön akkor, hogyha még tovább húzom az utat. Deszka kellene még. Ez itt van. Ah, ez itt 100%-os lenne. Egyszerűen 100. Itt 100. 96, 100, itt is 100, akkor ide. Aha, így már csak 97 lesz. Ez mondjuk baj. Jó, le vagyunk fedve teljesen. Ember az, ami problémás. Kocsma az így jó, vagy mi ez? Piac. Kocsma. Piac, piac az így jó. Még egyelőre. Deszka probléma. Azt mondja, van 60 emberünk. És akkor ezeket át kéne alakítsuk. Akkor ide kéne egy kocsma rész. Mondjuk ez nincs elég deszkánk. Nagyon jó. Ugye megnyomjuk egy picit a deszkákat. Ezt nem tudjuk feljavítani. Ezt lehet, hogy innen törlöm is. És ide inkább egy tornyot fogunk tenni, ami lőni fog. Jó, hát lefedi őket teljesen. Problémamentesen.
Így. Miért nem? Most jó. Na. Akkor elvileg itt is beindult a termelés normálisan. Le van fedve mindenki mindennel is. És itt húst kéne valahogy szerezzünk. Sok húst. Gondoltam, hogy ezt itt tovább visszük ilyen kacskaringósan. Úgy akkor nem lehetne itt esetleg több húst termelni. Aha. Csak gondolom, hogyha behúzom az utat, na, akkor is még 100%, nagyon jó. 94, 100, itt is 100. Jó, itt is 100. Már nincs, hogy 99 lesz. Nincs elég tégla? Mert miért lenne, ugye? Pedig itt azért elég produktívak. Azért elég gyorsan hozzuk itt a téglát kifelé. Még így sincs elég tégla. Nincs depó a range-be. 95-re változik, aha. Ez csak odáig ér el. Van akkor, hogyha ide teszek le egy depót. 98%-ra változik, bakker. Nem baj, azt szerintem egész jó nekünk. És akkor hús. Feldolgozás, nagyszerű. És már viszik is a három cocát. Szuper! Na srácok, egy újabb szigetet hódítottunk meg. És elértük a vasat, de viszont még nem tudunk vele foglalkozni, tehát nem tudjuk kibányászni magát a vasat. Úgyhogy ezzel majd még foglalkoznunk kell. 29 fő viszont kellene még ide nekünk. Töltődj.
végülis, ami kell, az van. Ezt kell még fölfejlesztenünk. Hatan vannak. Kocsma az jó. Ruházat kell, meg gyertya. Mínusz 5-be vagyunk. Jár meg lesz. A hús az, amik ilyen kérdőjeles, tehát hogy ez nem nagyon akar normálisan termelődni. A hús az nem... és 7, oké, okay, tehát így stabilizálódtunk. Így 100%-ban termel. 99 és 98. Jó, hát végig is dolgozzák fel a húst, csak nem, ah, gyűlik, gyűlik az lassan. Jó lesz az, most már stabilizálódunk majd. Oké, okay. Hát megint haladtunk egy picit előre. Egy újabb dolgot oldottunk fel. Azt hiszem, hogy... gyapjúból talán, igen. A gyapotból van elég, mert az kell ez ebből csinál ruhát, és ez kell tégla, úgyhogy ezt fogjuk következőnek lepakolni. Még azt mondom, meg kell néznem, hogy hova, de szerintem ide mellé. És akkor itt lehet, hogy csinálunk még egy ilyen farmot, és akkor lehet, hogy ebből leteszünk kettőt. Mert itt elférne még egy. Bőven itt a kolett, hát lehet, hogy így lesz. Nézzük meg így. Egy darabot kéne letegyek valahova. Mondjuk oda. Úgyse tudnánk elhúzni az utat. Ugye a raktár az fullon van, viszont akkor így tudunk letenni kettőjét is majd, ha lesz annyi emberünk. Be kéne forgatni viszont. Így. És így elérünk mindent. Normál esetben, igen. És ez ide befér. Oké, csak is kizárólag nyersanyag kell. Nem tudom, ez a 3x4. Ez 60%-a termed, ez 260-nal. 100 és 100. Tudom, hát ugye a hús az pedig gyűlik, tehát nem tudom, miért hozta ezt a problémát. A rum az viszont baj. Rum az egy kicsit, az fogy. Itt biztos, hogy rummal is kell foglalkozzunk ezen a részen, de szerintem ide fogjuk betenni egy ilyen kis rum készítőt. Úgyhogy srácok, én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Külön köszönet a csatornatagoknak a támogatásért.
Várok vissza benneteket legközelebb is. Addig is jók legyetek. Harjavi, sziasztok!